az LMP képviselőcsoportjának vezérszónoka, Ungár Péter képviselő úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm a szót. Én azzal szeretném kezdeni, azzal a személyes beismerő vallomással, hogy én nem jártam soha Corvinusra, én Skóciába jártam egyetemre, majd a sok fideszessel egyetembe a CEU-n végeztem ezek után. Amúgy Illés államtitkár úr tanított, aki akkor államtitkár volt a Fidesz kormányban, ezt csak gondolom, hogy így előre bocsájtom önöknek. Az a helyzet, hogy ott az az egyetem, ami a CEU-n úgy érezték, hogy a egyik legjelentősebb szakmai munka folyik és nemzetközi elismertségnek örvend, az a Corvinus Egyetem volt. Az egy érdekes kérdés, és szerintem ki lehetne bontani, hogy miért van az, hogy a kormány megint egy budapesti egyetemmel foglalkozik ennyit, és ahogy Arató képviselőtársam mondta, miért van az, hogyha valamit kitalálnak, akkor nem a Szegedi vagy Pécsi Tudományegyetemet veszik előre, de ez egy másik helyzet. Ez az egyetem eddig is, és ezt ki lehet mondani, eddig is alapvetően a magyar elitképzésnek a része volt. Önök ennek az elitképzésnek a részét kívánják még elitebbé tenni, hogy utána a miniszter úr ebből, ahogy már mondta, országos modellt csináljon. Az a helyzet, hogy ha megnézi azt, hogy ez az egyetem a nemzetközi rangsorba milyen helyezéseket ért el, többek között a CEU-val ellentétben, ami ugye költségvetési források nélkül működött, akkor azt látjuk, hogy hiába volt ez eddig is a magyar elitképzés egyik része, annyira nem csinálta jól nemzetközi szinten. Lehet itt elkezdeni egy stratégiai vitát arról, hogy én szerintem érdemesebb lenne olyan dolgokra fókuszálni, ahol kisebb a verseny nemzetközi szinten. Lehet, hogy nekünk mondjuk a Bárcival kéne nemzetközi szinten versenyezni az rangsorolásban, mert abban tudnánk kevés erőforrásban nemzetközileg nagyon nagyot szakítani, de mivel ez a ház is tele van közgazdászokkal és jogászokkal, ezt tisztelettel mondom ennek ellenére, bár lehet, hogy ez kicsit túlzás, hogy így van, ezért nem volt arra sor, hogy olyan dolgokba versenyezzünk, amiben kevesebb erőforrással többet tudnánk elérni. De mondjuk ki a lényegét ennek, amiről ön nemzeti modellt akar csinálni. Ez egy neoliberális törvény. Filozófiáját tekintve, tehát társadalom és gazdaság filozófiáját tekintve, ez egy neoliberális törvény, ami arról szól, hogy az államnak a felsőoktatásba rakott erőforrásai helyett magántőkét kell bevonni. Ezzel nekem filozófiai problémám van, például az, hogy ha magántőke alapján formáljuk a felsőoktatást, és amúgy csinálják ezt pár vidéki egyetemen, például a Debreceni Egyetemen, és a multinacionális vállalat kifizeti részben a magának saját munkaerőképzését, ezzel az a baj, hogy egy olyan képzési struktúra lesz, hogyha elmegy az a multinacionális vállalat, mert Romániában alacsonyabb bért csinálnak, akkor ott vagyunk olyan emberekkel, akik utána nem tudnak elhelyezkedni. Ugyanis az a helyzet, hogy ezt maguknak csinálják, nem az országnak hosszú távon. Minden sikeres ország, ami valamilyen nagy gazdasági teljesítményt ért el, az oktatásba való befektetéssel érte ezt el. És ez a befektetés nem a kormány stratégiai partnereitől jött, meg nem a multinacionális vállalatoktól, akik kifizetik a képzést, hanem az államtól, a költségvetéstől. Erre lenne pénz. Sok mindenre, amire önök költenek, nem kéne, hogy legyen pénz, de erre lenne pénz. Én azt szeretném itt a jelenlévő pár fideszes képviselővel azt az interaktív játékot, ilyen gondolatjátékot szeretném játszani, hogy gondolják végig önök azt, ha ezt a törvényt, mondjuk Cunyini képviselőtársam, hogyha ezt a törvényt mondjuk a itt mellettem ülő korábbi kormányok valamelyike terjesztené be, akkor mit reagált volna a Fidesz? Mit reagált volna akkor a Fidesz? Hát én nem tudom elképzelni azt a mennyiségű szót és hisztériát és mindent, amit akkor a Fidesz tett volna. Önöknek a politikai legitimációjának az alapja a tandíjmentesség részben. Arra csináltak egy népszavazást. Ez egy olyan neoliberális törvény, hogy Bokros Lajos mind a 10 ujját megnyálná érte. Az a helyzet, hogy önök azzal az utolsó gondolattal, ami alapján önök a politikai legitimitást megkapták 2010-ben szembefordulnak, azért, mert ebben a kormányban vannak olyan emberek, ezt miniszter úr amúgy a legnyíltabban vállalja talán az egész kormányba, akik egy neoliberális, thatcherista módon állnak hozzá az egész állampolitikához, és többek között az felsőoktatáshoz is. Nem fogom elismételni azt, ami ennek a különböző leágazásai, hogy mit tesznek, amit Hiller képviselőtársam mondott mondjuk az egyetemi oktatókkal, vagy mit tesznek magával az ingatlan vagyonnal. Az a helyzet, hogy ez azért egy szörnyű törvény, mert ezzel akarnak a felsőoktatás privatizálására egy nemzeti modellt megteremteni. Ez egy privatizációs törvény.
most mondták, most napirend előtt mondták, hogy az volt a szörnyű a balliberális kormányokban, hogy mindent elprivatizáltak. Azt hagyjuk, hogy önök kormányoztak a 90-es években, hogyha a történelemkönyvekből jól emlékszem, de mégiscsak, hogyha önök ezt egy ilyen szörnyű dolognak tartják, akkor hogy terjeszhetnek be egy privatizációs törvényt? A tandíj, amire ön azt mondja, hogy majd ösztöndíj rendszerrel meg lesz oldva, és nincs itt semmi látnivaló, ezzel már beismeri azt, hogy itt bevezetik a tandíjat. Tehát önök ismételten, akik bólogat, tehát bevezetik a tandíjat. De hát ma is létezik a tandíj. Köszönöm, végre valaki kimondta a kormányba, halleluja! Hát itt álltam napirend előtt, amikor kitiltották a képviselőtársaimat egy tábla miatt, itt álltam, és azt mondta nekem az államtitkár, hogy nincs tandíj, mert úgy hívják, hogy Gizi néni, vagy mi a neve, képzési hozzájárulás. Hát most vallotta be, hát önköltség. Akkor hívjuk önköltségnek, de hívhatjuk, nem tudom, Kovácsné kis Bélának is hívhatjuk, attól még a tandíj. Mert a tandíj, ha megnézi, kedves miniszter úr, hogy mi a definíciója, akkor azt látja, hogy fizetni kell a képzésért. Tehát mindegy, hogy minek hívja, ha pénzt kell adni azért, hogy az ember bennülhessen az órán, hívhatja akárminak, a tandíj lesz. Tehát ön most beismerte, hogy a jegyzőkönyv kedvére ezt megismételjem, hogy az Orbán kormány bevezette a tandíjat, ez egy tandíjpárti törvény, és önök neoliberális módon a tandíjjal próbálják a felsőoktatást megoldani. Ez azért szörnyű, mert a három közjogi méltóság, akik egyetemi kollégiumból lettek, őnekik azért lehetett politikával foglalkozniuk, mert abban a rendszerben ők ingyen tudtak tanulni. Ez azt a lehetőséget veszik el olyan emberektől, akik nem tudnak tandíjat kifizetni, azért, mert mondjuk egy XY gyárba dolgoznak x száz óra túlórával. Az a helyzet, hogy még egy súlyos probléma van azzal, hogy önök bevezetik a tandíjat. Az, hogy senkitől nem kérdezték meg, a saját szavazóiktól se, hogy mire erről a véleményük. Önök ezzel az egész történettel kapcsolatban handabandáznak percek óta, és előtte handabandáztak éveken át, mindenre azt mondták, hogy rossz a mi fizetést, semmit nem engedtek ebben, egy nagyon állampárti gondolatuk volt, majd most vezették a magántőke alapú felsőoktatást. Arra még szeretném a miniszter úr majd, mert van ugye a válasz, bár szerintem illendő lenne, ha néha akkor is válaszolnának, hogy nekünk is lenne lehetőségünk válaszolni, nem csak az utolsó alkalommal, de ilyen naív gondolataim nincsenek, hogy ez hogy fog zajlani. De majd a végén arra válaszolni, hogy azt gondolja-e, hogy ennek kéne a modellnek lenni az egész hazai felsőoktatásba. Mindenhol ilyennek kéne lenni. Mert ha igen, akkor azt jelenti, hogy Magyarországon még inkább csökkenni fog azoknak a száma, akik részt vesznek a felsőoktatásban, még drágább lesz a felsőoktatásban részt venni, és úgy, hogy például a lakhatási költségeket, vagy kollégiumi költségeket se fedezik, ez egyre kevesebb magyar diáknak lesz elérhető. Nem tudom, hogy gondolják önök, hogy hogy fogjuk fölvenni a nemzetközi versenyt akkor, amikor szinte mindenhol az oktatásba fektetnek be a sikeres országok, mi pedig túlóra törvénnyel próbálunk versenyképesek lenni, és a bérköltségek lenyomásával. És egy utolsó gondolat, hogy az is azért nagyon szomorú, hogy ez a kormány úgy vezeti be a tandíjat, hogy ezt se meri fölvállalni. Önök legalább ebben legyenek őszinték. Mondják azt, hogy 2009-10-ben, 8-ban gondoltunk valamit, megváltoztattuk a véleményüket. Hirtelen nem tudnék olyan ügyet mondani, mivel a Fidesz nem változtatta volna meg a véleményét. Most csak így eszembe jut a Frontex, az csak valamilyen ez jutott eszembe, hogy azt most akkor támogatjuk, vagy nem támogatjuk, vagy európai hadsereg, köszönöm szépen, elindulhatna egy ilyen közös, hogy mondjam, ellenzéki, miben változtatta meg a Fidesz a véleményét, de bár a 30 percbe beleférne, tehát lehet, hogy jól el tudnánk itt tölteni az időt, de most nem ez a lényeg. A liberális internacionál, igen. Az a helyzet, hogy ebben is megváltoztatták a véleményüket, vagy, és erre akartam utalni, ami még súlyosabb, önök ezt akkor se gondolták komolyan. Önök akkor azt gondolták, hogy jó a tandíjjal kampányolni, mert az akkor méltán és érdemlegesen népszerűtlen Gyurcsány kormányon ezzel lehet ütni, de nem gondolták komolyan azt, hogy valóban állami szerepvállalás kell az oktatásba. Valamiért elkezdték üldözni mindenkit, aki bölcsészet tudományot tanul, mintha ez egy ilyen szörnyű dolog lenne a világon, pedig egyáltalán nem az. Igenis nagyon sok olyan dolgot lehet a bölcsészet tudománnyal elérni, ami a Magyarországnak, hogy mondjam, a hírnevét azt öregbíti. És önök nem azzal foglalkoznak, hogy miért van az, hogy 2-3-an tanulnak kémia tanárnak Magyarországon az ELTE-n,
hanem azzal, hogy a biznisz, meg a közgazdaságtan, meg ezeket az amúgy népszerű szakokat hogy lehet fizetőssé tenni, hogy lehet egy nagyon drága elitképzést létrehozni. Tehát én arra kérem a miniszter urat, hogy majd amikor válaszol, vallja be, itt lebukott a Fidesz, ez egy tandíjpárti kormány, ez egy tandíjpárti neoliberális törvény. Köszönöm szépen, képviselő úr!